A média helyzetéről, szólásszabadságról beszélgettünk Vásárhelyi Mária szociológussal. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Az apropó tulajdonképpen egy cikk, amelyet Bájár Zsolt írt Gyöngyös Patával kapcsolatban, és azon gondolkoztam, amikor az első kérdést gondoltam, hogy fölteszem, az, hogy tulajdonképpen Bájár Zsolt cikkei tényleg nagyon régóta, hát hogy mondjam, elég furcsa stílusban jelennek meg. Mondok idézetet, mondjuk konkrétan most ebből a cikkből. A cím az, hogy egyébként íme hát, és mondom Gyöngyös Patával, illetve a Gyöngyös Patával kapcsolatos ítélettel kapcsolatban ír. Idézem, tehát esetünkben ez annyit jelent, hogy azok is, akik be sem jártak az iskolába, azok is, akik törvényben előírt kötelezettségüket megszegve nem járatták iskolába ivadékaikat, azok is, akik ha mégis bementek, akkor csak bajt és kárt okoztak, azok is, akik terrorban és félelemben tartották iskolatársaikat, épp úgy, mint tanáraikat, nevelőiket, akik verekedtek, loptak, folyosóra piszkítottak, most vihognak és tartják a markukat, meg fogják kapni a pénzt, a kártérítést, és a kártérítést idézőjelbe tette. Szóval csak arra célzok, hogy ilyen jellegű, ilyen típusú mondatok Bájár Zsolt tollából azért elég régóta olvashatóak. Ez most más, vagy más lehet, mint korábban? Nem, én abszolút nem látok semmiféle változást. Bájár Zsolt éppen 22 éve mérgezi a szellemi környezetet az ilyen és hasonló megnyilvánulásaival, és hát ahogy ő írja, vihog és tartja a markát a baksisér, mert nyilvánvaló, hogy ezért csinálja. Ilyen, én azt gondolom, hogy nem, tehát hogy egyrészt nem is igazán szeretnék az ő munkásságának a kommentálásával túl sokat foglalkozni. Én ebben azt tartom igazán tragikusnak, hogy ezt 22 éve csinálja ugyanilyen úszító, gyűlöletkeltő hangnemben, és hogy egyrészt, hogy ennek ilyen nagy sikere van, mert ne ámítsuk magunkat, ennek nyilvánvalóan van egy jelentős közönsége, különben nem csinálná. És hogy ennyire tehetetlenek vagyunk mi demokraták ezzel szemben, illetve hát az egy tragédia, hogy ez az ember tulajdonképpen a kormánypártok megmondó embere, tehát azt gondolom, hogy az első számúként számon tartott, nem nevezném újságírónak, gyűlöletkeltője. Ez a baj, nem az, mert ilyen emberek nyilván vannak mindenhol a világon, csak nem támogatja őket a regnáló hatalom, és nem élnek meg ilyen jól ebből. Mondta, az előbb azt említette, hogy ennyire úgymond tehetetlenek vagyunk ezzel szemben. Mi ennek az oka? És egyáltalán lehet-e, van-e mondjuk a hazai értelmiségnek válasza erre a típusú kommunikációra? Hát nyilván ennek azért, valljuk be őszintén, nagyon komoly hagyományai vannak Magyarországon, tehát hogyha a 20. század elejéről a kezébe vesz egy-egy ilyen szélső jobboldali lapot, akkor nagyjából ugyanez a hangnem. Ugyanezzel a hangnemmel találkozik, és ugyanilyen gyűlöletkeltő, úszító mondatokkal, akkor éppen a zsidóság ellen, vagy a kisebbségek ellen, mármint a nemzetiségek ellen, hát meg legfőbbképpen a liberálisok ellen, ami hát bizonyos értelemben ebben a körben a zsidó szinonimája. És hát utána végig ugye a 20-as, 30-as években, majd a 40-es évek elején, és aztán az 50-es években is. Tehát tulajdonképpen ez az egész elmúlt században jelen volt Magyarországon, meglehetősen széleskörű támogatottsága volt. Ugyanígy a hatalom beszélt ezen a hangon, ahogyan ezt most tapasztaljuk, és hát ezt élesztik újra. Meg hát azon is gondolkodtam, hogy tulajdonképpen most már több mint egy generáció szocializálódik abba bele, hogy lehet így beszélni, hogy ez egy legitim
és elfogadott beszédmód Magyarországon, és hát szocializálódik bele ebbe a gyűlölködésbe, uszításba, a náci beszédbe. Uh-huh. És ugye akkor csak visszatérve a kérdésre, hogy fontos, amit az előbb is említett, hogy mennyire tehetetlen, vagy tehetetlen a, mondjuk a hazai értelmiség ezzel kapcsolatban. Egyáltalán kell ezekre reagálni, lehet-e, és ha igen, akkor hogyan? Hát tehát nem tudom, hogy konkrétan Bayer Zsoltra kell reagálni. Úgy általában kérdezem, ahogy említette, persze. Igen. Csak azért, mert ez is ugye egy nagy dilemma, hogy csináljunk úgy, mintha nem lenne, és terjed közbe, és fertőzi a hazai közéletet, vagy reagáljunk rá, és akkor meg botrány van körülötte, és tulajdonképpen eléri a célját, hogy róla beszélünk, vagy arról, amit ő írt. Tehát ez egy nagy dilemma, és hát ezt én úgy gondolom, hogy az elmúlt 20 évben itt nagyon sok mindent elrontott, sajnos főleg a liberális értelmiség. Én 1998-ban bepereltem Bayer Zsoltot egy hasonló hangvételű cikkért, ami rólam szólt, mint a liberális értelmiség, nem tudom, fontos személyiségéről. És akkor én emlékszem, hogy engem mennyi támadás ért azért, hogy én a szólásszabadság ellensége vagyok, meg a demokratikus jogok. Én viszont azt gondolom, hogy ennek az égvilágon semmi köze nincs a szólásszabadsághoz. Tehát ez nem egy vélemény, hanem ez egy mocskolódás. És mondjuk az én meggyőződésem szerint az emberi méltóság mindig is a legfontosabb. Tehát én a szabadságjogoknál is előbbre valónak tartom. És hát most az elmúlt 20 évben végignézhetjük azt is, hogy fertőzött. Tehát ez nem úgy van, hogy van néhány ember, aki így beszél, hanem megfertőzi a társadalmat. Ebben a társadalomban tényleg már lassan mindenki gyűlöl mindenkit. Igen, ez ahogy említette, ez a nagy dilemma kérdése, hogy mit szabad is lehet a szólásszabadság kereteibe beletenni, és ugye erről is folyik a vita egyébként régóta, hogy most Magyarországon szólásszabadság van, vagy nincs szólásszabadság, egyáltalán a médiahelyzet ilyen értelemben hogyan alakul, és igen, akkor mindig ez szokott előjönni, amit az előbb ön is említett, hogy hát szólásszabadságban is mindenki elmondhatja a véleményét, úgyhogy nehéz itt a határokat meghúzni. De ez nem vélemény. Én azt gondolom, ennek nem az a célja, hogy Bajásod leírja, hogy ő mit gondol erről az ítéletről, ennek kizárólag az úszítása célja, és a gyűlöletkeltés. Ennek semmi köze nincs a véleményszabadsághoz, ezt kellene valahogy tisztázni a magyar nyilvánosságban. Én szerintem, hogy hogy vannak-e határai az úgymond véleménynyilvánítás szabadságának, és hogy az emberi méltóság előbbre való-e, mint az, hogy valaki gyűlöletet szítson folyamatosan egy társadalomba, és megalázzon embereket és védtelen kisebbségi csoportokat. Tényleg úgy gondolom, hogy ez nem vélemény. Uh-huh. Ezt a véleményt el lehet, akkor se értenék vele egyet természetesen, de ezt el lehetne teljesen civilizáltan mondani, hogy ő nem ért egyet ezzel az ítélettel, ezért meg azért, meg amazért, de akkor senkit nem érdekelne. Azért érdekes, és azért csinálják, mert indulatokat akarnak szítani, és folyamatosan ébren tartani, és ez nem vélemény. És miért nem tudjuk, hogy mondjam ezt, ahogy ön is mondta, itt a nyilvánosság számára tehát tisztába tenni, hogy hol vannak esetleg a határok, mert tényleg nagyon-nagyon régóta folyik erről a vita, és egyébként média jogászok sem tudnak megállapodni arról, hogy hol kell, vagy lehet egyáltalán határt húzni, és egyáltalán hogy kell-e, ahogy ön is mondja. Hát azért, mert a magyar közéletben a nyilvános vita, mint műfaj, teljesen eltűnt. Tehát én nem tudom az idejét, hogy mikor láttam, hallhattam egy komoly érvelő vitát, akár erről a kérdésről, akár rengeteg kérdésről. Tehát ugye a vélemények nyilvános ütköztetése az nem létezik ma már a magyar nyilvánosságban. És hát ezért nincs erről sem vita, és nincs is hol teret adni egy ilyen vitának, mert hogy ugye hát a médiának, a közéleti médiának a döntő többsége
a kormánypártok kezében vagy befolyása alatt van, és hát ők semmitől nem irtoznak úgy, mint a vitától. Uh-huh. És ön szerint egyébként lenne igény rá a nyilvánosságban, hogy mondjuk egy ilyen vita megtörténjen? Ez sokak számára kérdés. Hát nem tudom, hogy mekkora igény lenne rá, de ezt a vitát akkor is le kéne folytatni, mert valahogyan ebből az iszonyatos mocsárból, amiben jutott a magyar nyilvánosság, valahogy el kell kezdeni kilábalni, és hát ehhez alapfogalmakat kell először tisztázni, mondjuk, hogy az uszítás, a náci beszéd, az mennyire tűnhető el a nyilvánosságban. Uh-huh. De hát nem, a jelenlegi média körülmények között ez esélytelen, tehát itt valami fikcióról beszélgetünk, mert hát ezt azért a hatalom bátorítja, tehát itt nem arról van szó, hogy egyenrangú felek állnak egymással szembe. Itt kifejezetten a hatalom által bátorított és busásan megfizetett náci beszédről van szó. Uh-huh. Még ehhez képest hát érdekes fejlemény, biztosan is látta, vagy hallotta, olvasta annak a két férfinek az esetét, akiket ugye most rémhírterjesztés miatt előállított a rendőrség. Itt az elmúlt két napban sokat beszéltünk mi is itt adásban is erről, és ugye ha már itt véleményszabadságról beszéltünk, meg szólásszabadságról beszéltünk, szóval ez hogyan illeszkedik ebbe a képbe? Ez a két történet. Ebben a képben remekül illeszkedik abba a képben, hogy Magyarország már régen nem egy demokrácia, és már nagyon régen nem működik a demokratikus nyilvánosság. Egyszerűen a célja a megfélemlítés, tehát az, hogy mostantól mindenki gondolja meg, hogy mit ír a Facebook oldalára, mert valóban hát most jön a nagy fekete autó, most nem fekete, ez igaz. Ez mostantól mindenkit fenyeget ez a veszély, és nyilván nem prominenseket fognak elvinni, mert az túl nagy botrány lenne, hanem olyan embereket, akik a nyilvánosságban kevésbé ismertek, de hát ez tényleg teljesen az 50-es évek feelingjét idézi, úgyhogy és hát nyilván nem a helyi rendőrparancsnok döntötte ezt el, hanem utasítást kapott arra, hogy példát statuáljon, és ezeket az embereket elvigye. És hát amiből kiderül, hogy a Facebook oldalainkat is folyamatosan figyelik, erre is egy hatalmas apparátusnak kell lennie, mert hát azért ez nem kis feladat ennyi embert figyelni folyamatosan. Ugye aztán az ügyészség végül másképp foglalt állást, és itt beszélgetünk erről, a mai adásban is szó volt róla, hogy a jövőben az, hogy ilyen esetek lesznek, vagy nem lesznek egyáltalán, az nyilván a ügyészségi véleményen alapul állásfoglalástól függ, úgyhogy hát mennyire lehet arra számítani ön szerint, tehát, hogy lesznek hasonló esetek ilyen típusú? Egész biztos, tehát ez nem véletlenül történt, és különösen ugyanazon a napon, ugyanazokkal a módszerekkel egész biztos, hogy lesznek hasonlóak, és hát mostantól szerintem bárki bármit ír a Facebookra, ott fog motoszkálni a fejébe, hogy azért lehet, hogy jönnek. Uh-huh. Olyan tényleg, mint az 50-es években, amikor az emberek állandóan az ablakon keresztül azt nézték, hogy mikor áll meg az ajtajuk előtt a fekete autó. Uh-huh. Nem lehet, hogy tényleg csak két úgymond elszigetelt eset nem, lesz ez aztán? Nem, aztán egész nem? Biztos, hogy nem először is, mert nem hiszem, hogy a helyi rendőrségek figyelik a helyi lakosok Facebook oldalait a saját döntésük alapján, hiszen hát nem is ez a feladatuk. Uh-huh. Hanem ugye tudjuk, hogy a rendszertartás, tehát ilyen politikai feladatuk elvileg a rendőröknek egyáltalán nincsen, és hát ezt nem is merné szerintem a saját szakállára egyetlen egy helyi rendőri vezető sem megcsinálni. Nyilván kaptak erre utasítást, és
hát a legstréberebbek már végre is hajtották. És az, hogy őket elengedték, ez is biztos, hogy így volt kitalálva. Uh-huh. Tehát azt tudják, hogy az nonsens bíróság elé állítani ezeket az embereket. Ez csak a fenyegetés és a megfélemlítés szolgálja. Uh-huh. És egyébként maga ez az egész járványhelyzet, illetve az ezzel kapcsolatos kommunikáció, a felhatalmazási törvény és egyebek, ez mennyiben hozhat most új helyzetet? Ön hogy látja? Tehát mennyiben lehet, hogy mennyiben húzódhat el mondjuk ez a fajta kommunikáció? Hát annyiban elhúzódhat, hogy ugye a járvány, ha lecseng, adja ég, ettől még nem lesz vége ennek a történetnek, mert utána következik még a gazdasági válság elmélyülése, és hát rengeteg embernek az egzisztenciális veszélyeztetése, illetve veszélybe kerülése. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez sokáig el fog tartani, és azt is gondolom egyébként, hogy az a fajta sikerpropaganda, hogy a most kommunikálja megint a kormány a saját tevékenységét, tehát hogy ugye milyen ügyesen legyőztük a járványt, miközben tényleg hát egy katasztrófa volt ezt a két hónapot végigélni ilyen információhiányban és hazudozásban. Szóval, hogy azért nem megy ez a végtelenségig. Tehát amikor az emberek a saját bőrükön érzik nagyon keményen azt, hogy mi történik az országban, és hogy ők maguk vagy a környezetükben veszítik el emberek a munkájukat, az egzisztenciájukat, és szembesülnek azzal, hogy ehhez semmiféle támogatás, segítséget nem ad a kormány, megjegyzem, egész Európában egyedülálló módon. Tehát ilyen ország nincs több, ahol a válság által leginkább sújtott rétegeket egyáltalán nem támogatják. Tehát, hogy azért a valóság előbb-utóbb szembe jön, és nem lehet többet letagadni. Ez az érdekes, amit mond, már nézve mondjuk az adatokat, akár a Fidesz, vagy a többi pártnak mondjuk a népszerűségi adatokat és egyebeket, azért olyan nagy visszaesés egyelőre nem nagyon lehet tapasztalni, sőt, egyes kutatások szerint van a társadalomnak a nagy része azt mondja, hogy a kormány jól kezelte, vagy kezeli ezt a járványt. Hát ugye egyrészt azt látjuk, hogy a járvánnyal kapcsolatos baj egyelőre sokkal kisebb, mint amire mindannyian föl voltunk készülve. Tehát én úgy gondolom, hogy mindenki arra számított, hogy a saját környezetében is meg fog jelenni ez a betegség, hogy esetleg ismerőseit, barátait veszíti el. Ehhez képest tehát egyelőre úgy tűnik, hogy nem is volt igazán járvány. Magyarországon ehhez képest azért elképesztő hisztériakeltés volt, tehát akár a kórházi ágyakról beszélek, akár a rendkívüli felhatalmazásról. Úgyhogy ez nem a kormány sikere, hogy ilyen kevés megbetegedés volt, hanem hát ez a járvány természete ezek szerint. De a következményei Magyarországot szerintem súlyosabban fogják érinteni, mint a környezetünkben levő országokat. Éppen a kormány hazug és abszolút dilettáns működése miatt. Úgyhogy szerintem sajnos nekünk bizonyos értelemben még csak most jön a neheze. Nem lehet, hogy az üzenet is átmegy majd, amit a kormány egyébként nyilván sok tekintetben kommunikál, hogy pontosan az ő megfelelő intézkedéseikkel és tudatos járványstratégiával sikerült úgymond legyőzni ezt a válságot, hiszen ugye azért láthattunk más országokban, hogy sokkal súlyosabb formában jelent meg a járvány. De lehet, hogy ez egy ideig menni fog, attól függetlenül, hogy a környező országokban nem volt súlyosabb a járvány, sőt, kevesebben haltak meg a környező országokban, mint nálunk. Úgyhogy ez nem vagyunk ebben egyedülállóak, hogy ez miért történt így, azt nyilván majd a virológusok fogják kideríteni, hogy miért vagyunk ilyen szerencsések.
De azért tehát például a 36 ezer ágy felszabadítása az annál abszurdabb és felháborítóbb, mint hogy kiderült, hogy most mondjuk 600 ember van kórházban, és 45 lélegeztetőgépen, és ahhoz képest van 36 ezer üres ágy, és nem tudom hány ezer lélegeztetőgép. Tehát egyrészt, akik egy kicsit figyelik a híreket, ezt is érzékelik, hogy mennyire abszurdak és eltúlzóak voltak ezek az intézkedések, és hát ez nagyon sok embert érint is. De hangsúlyozom, hogy ezt a kormány nyilván megpróbálja a saját javára fordítani, hogy hát ilyen, hála Istennek, ennyire szerencsések vagyunk eddig, nem tudjuk, mi fog még történni. Viszont ami a gazdaságban fog történni, ami igazán fontos az embereknek, az szerintem az nagyon tragikus lesz, és abszolút nem fogják tudni a saját javukra fordítani. Semmilyen kommunikációs trükkel. Igen, épp akartam mondani ezt a fajta kommunikációt, hiszen nyilván ön is hallotta, hogy ugye erre azt mondta a miniszterelnök, hogy ő mindenkinek állást fog biztosítani, mindenkinek lesz munkája, legyen ez közmunka, vagy akár az állami szektorban, de ő ezt is megoldja és kezelni fogja. Tehát azért ezt erről is hallható már üzeneteket. Hát amennyiben azt megoldásnak tekint, egyébként nyilván nem fog működni, hogy több százezer ember megint visszakerül a közmunkás státuszba, vagy katona lesz, tehát azért ez egy problémának nem a megoldása. Hát pontosan látjuk, hogy a közmunkásoknak körülbelül a 8-10%-a tud visszakerülni a munkaerőpiacra. Tehát ez nem oldja meg azt, hogy Magyarországon lesz mondjuk újra 5-600 ezer munkanélküli. És hát a katonaság, hát az meg egyszerűen annyira abszurd, hogy én ahhoz nem is akarok hozzászólni. Tehát ez teljesen ilyen, nem tudom, 200 évvel ezelőtti történet, hogy a szegény emberek menjenek katonának. Uh-huh. Ja, nem csak arra céloztam ezzel, hogy ugye erre is van úgymond megoldása a kormánynak, és aztán az egy dolog persze, tudjuk, csak most a kommunikáció szintjéről beszéltem elsőkörben persze. Tudjuk, hogy ez nem megoldás, és amikor akiket majd katonának akarnak besorozni, vagy kiküldik újra kapirgálni az árok szélére, különösen, mert ez nem csak a nagyon alacsonyan iskolázottakkal fog előfordulni, hanem érettségizett meg diplomás emberekkel is, hogyha olyan nagy arányú lesz a munkanélküliség, akkor nem hiszem, hogy ők ezt megoldásnak fogják tekinteni. Meglátjuk mindenképpen. Köszönöm szépen, Vásárhelyi Mária szociológussal beszélgetünk. Köszönöm szépen, szép napot kívánok, viszontlátásra!